Most vasárnapi választásra körülbelül 84 delegált vesz részt. Szinten, hogy nem fognak dolgozni? 16 éve nem dolgoztam, azért, mert csupán nem szavaztam rájuk. Elsősorban is a közmunkával fenyítették az embereket, hogy az fog dolgozni, aki szavaz a polgármesterünkre. Dolgoztunk 140-en választás előtt, de most még ma elsőjével leadtak mindenkit. Mi más nincs, semmi olyan munkakörülmény, mint a közfoglalkoztatás, ebből tudnak egy kis plusz pénzt szerezni. Szegénység van, munkát csak ez az ember tud adni nekik, így rákényszerítette őket arra, hogy azt mondják, hogy igen, mi bevállaljuk azt, hogy letérdelünk, vagy amit kell, ha ugatni kell, fognak ugatni. Le kellett a nyilvánosan szavazni, és úgy a delegáltuk hatót, és annak az bizonyította, hogy már pedig X meg X tilom rájuk szavazott. Jelenleg hatalmon lévők, de szó szerint lehet érteni, hogy hatalmon vannak, az általuk delegált tagok jelenlétükkel, illetve ugye verbális közlésükkel konkrétan nyomást gyakorolnak a választópolgárokra, hogy az általuk jelöltre szavazzanak és adják le a voksukat. Velünk maradjon, jó? Egymást keresztül is az a kiment oda hozzájuk, és ott elkezdte azt mondani, hogy már pedig lenni. Hogyha jövőben dolgozni szeretnétek, akkor igenis rám kell, hogy szavazzatok, mert ha nem, akkor bíz Isten, hogy itt nem fogtok dolgozni, sőt, nem is fogtok Szendrőben élni. Tehát ki fogunk telepíteni benneteket. Dolgoznak az emberek, ha fel van véve 400 ember, az biztos, hogy azt a kisebbségi önkormányzatot nem lehet megbuktatni, mert nekik szavazni nyíltan kell. Tehát nem volt hajlandó erre a nyílt szavazásos játékra? Igen. Igen, és nem tudtam bebizonyítani, hogy rájuk szavaztam, vagy nem. És ez miatt két nagykorú gyermekem van, semmilyen ellátásban nem részesülnek, és semmilyen segítséget és támogatást nem kaptam a hivataltól. Hiányzott 2 vagy 3 darab szavazólép, hogy láncszavazás volt, olyan szavazás történt, hogy elhoztak elsőnek a papírokból, és akkor kitöltötték, és mindig az ember, hogy bement, az mindig, hogy leadtak, az mindig hozta az üreset vissza. Hát úgy ellenőrizték, hogy csak ennek a polgármesternek az emberei voltak a szavazókörbe, ők voltak megválasztva, ők ellenőrizték. Képzeljék el, akik benne voltak, nekünk voltak benne ilyen, akik minket képviseltek. Nekem is volt bent a két körbe, két emberem. Azok még 10 órakor nem tudták az eredményt, de a polgármester meg az emberei, fönt van ott a Facebookon, már 8 órakor, hogy ők nyertek. Kik voltak még a szavazatszámláló bizottság tagjai? Hát a többi az a... azok voltak, akik az önkormányzaton dolgoznak. Több visszajelzés jött, hogy pénzeket osztottak a szavazásért. Adtak 10.000 forintot, hogy húzzam le a kisebbséget és a polgármesterzat. Én bementem és leiszeltem. Ketten voltak, akik fizettek, a nagybátyja és Tamó. Aha. És ők is félemlítettek. Tamó az kicsoda? Ő most nálasnál a polgármester. Beri Tamás. Igen. Az újra választott polgármester. Hát igen. Akik most az ellenfelén voltak. Ugye ezek vesztették el 4 évvel előtt a szavazatokat, vagy vesztettek ellenem. Akkor azt mondták, hogy hogyha bejöttek hozzám, kenyérke, stb. Adtam 1.000 forintot, majd segélykor visszaadod. Az egyiknek 100.000, a másik. Láttam a papírt, mert nekem is fölírt 100.000-et. És adott is? Nem adott. Nem adott. Értem, fölért 100.000 forint előleget, de aztán nem kapta meg. Igen, mert megtudta, hogy nem szavazok rá. Mi hallottunk ilyen 100.000 forintos előlegekről. Igen, és akkor az ami van? Hát úgy van ilyen, hogy van, aki 100.000 forint, vagy ilyen nagyságrendű előleget kapott. Két havi munkabér előleg, az pont kiüti. Uh-huh. Közmunkab. Uh-huh. Tehát akkor volt ilyen, aki a választás előtt kapott 100.000 forint? Ez az elmúlt 4 éve így telt, még egyszer mondom. Minden ő jelöltnek, aki más szervezet színébe indult, 150.000 forint pénzt ígért, hogy csatlakozzon a Lungodrom színeihez. Ez nem ment, most már erőszakkal próbálják. Hogy ha nem az ő színei alatt indulunk, vagy ha legalábbis, akkor úrnak nem kedvezünk, akkor minket abszolút letud a felszínéről, és akkor nem engednek minket még indulni se rendesen, normálisan, hogy a pályázatainkat mind el fogják utasítani, minden ajánlásunkat félre fogják dobálni. Ezért 150.000 forintot kínál fejenként nekünk. Mármint, hogy jelöltenként 150.000 forintot? Így van, így van. Hát hány jelölt van itt? 17-en vagyunk összesen az ő csapatukban.
Nem egy roma se jutott be, mind ugyanazok jutottak vissza, akik voltak 25 éven keresztül.